A negyedik nagy kánikulai hullám érte el a napokban Magyarországot. A nyári csapadékszegény időszakban megemelkedik a szabadtéri tüzek aránya. Míg júniusban 40, addig júliusban Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 108 ilyen esethez riasztották a tűzoltókat. Augusztus eddig eltelt időszakában pedig már 30-szor vonultak az egyenruhások. Az átlagos oltási terület 1 és 5 hektár között volt. A szabadtéri tüzek különösen érzékenyen érintik a mezőgazdaságot, hiszen könnyen éghető, száraz anyaggal dolgoznak nagy teljesítményű gépek. Az ezekből kicsapódó szikra, valamint a gépek külső felületének magas hőmérséklete, az éghető anyagok mind növelik a tűz kialakulásának veszélyét. A napok óta tartó forróság már a városi területeken is veszélyezteti a növény- és állatvilágot, valamint az épített környezetet. Július 3-a óta Magyarország teljes területére tűzgyújtási tilalom van érvényben, és ezt nem vonták vissza. Tehát azt jelenti, hogy erdőkben, és az erdőkhöz számított 200 méteres körzetben, vagy távolságban szigorúan tilos minden nemű tűzgyújtási tevékenység. Ide értjük a kijelölt tűzrakóhelyeket is, tehát ott sem szabad tüzet gyújtani. Amennyiben ez a 200 méteres körzet lakóövezetet is érint, a tűzgyújtási tilalom arra a területre is vonatkozik. Családi házak udvarán lehet grillezni, szalonnát sütni, viszont minden esetben ellenőrzés alatt kell tartani a tüzet, az oltóanyagot pedig oda kell készíteni a hőforrás közelébe. A tűzjelzés állampolgári kötelesség, így aki tüzet észlel, hívja a 105 vagy a 112-es segélyhívó számot.